Tom, jó barát és Jerry. Kamasz Rádió. Azt javaslom, Nancy, mondja meg neki. Meg fogja érteni. Én is játszhatok? Azt nem. Gól király leszek. Nem hallottad? Tűnj innen. A Dick bácsi leveles ládája a reklám után természetesen folytatódik. A Johnson Supermarketben minden nap kék malacnak. Na jó, Jerry, játszhat! Jerry! De... Jerry! Mit csináltál? De nem én voltam. Frank volt az. Ejje, Jerry! Nem szabad ártatlanokra kenni a bűneinket. Gyere velem! Szóval ne feledjék, ha kék malacnap van, akkor Johnson Supermarket. Sok termék fél áron. Maradj ott, amíg végzek. Aztán eldöntjük, mi legyen. Nos, barátaim, ma ennyi idő jutott addig bácsi leveles ládájára. Holnap is jelentkezünk, és ne feledjék, amiről beszélünk, attól már nem félünk. Na tehát, hogyan oldjuk meg azt a betört ablakot? Nem is tudtam, hogy műszort vezet. Hé, segíthetnék a műszorban. Ó, Jerry. Az emberek minden reggel felhívnak a fontos problémáikkal. Nagyon számítanak a tanácsaimra. Nem, de adok neked munkát. Egy héten át minden hajnalban gyere ide a stúdióba. Már itt kéne lennie. Hány óra van? Jaj, a műsor! Nem lehet olyan nehéz. Hello? Ó, Dick! Nem, én Mrs. Johnson vagyok. Jaj, ne! Már megint olyan megalázó. A lányomról van szó, Dick. Ne! Rózsaszint akar felvenni citromzöldhöz. Elfogyott a türelmem. Segítsen, kérem! Összetevők 511 ml per doboz, Mrs. Hackinen szervezte igazdaszák. A napi ige... Tessék! A napi ige, nézzétek a mezők liliumait, hogyan nőnek, még Salomon szem volt dicőszégetejében úgy felöltözve, mint egy ezek közül. Jerry! Na hát, micsoda bölcsesség ilyen zsenge korban? Úgy érti, a lányom mindenképpen gyönyörű, akármilyen ruha van rajta? Úgy. Dick bácsi, olyan fura a hangod. Mert nem az vagyok, hanem az öcikéje. Másik telefonáló. Tehetséges. Én nem akartam. Le vagyok nyűgözve, Jerry. És... van egy ötletem. Jó reggelt. Igen. Jó reggelt. Hello, és köszöntök mindenkit az első adáson. Ez itt az öcköz leveles ládája. Klassz a cuccod. Azt hittem, anyád nem engedi. Mondtam, az öcskös óta azt veszek fel, amit akarok. Meg kell hallgatnotok. De hát ne feled, Brian, az orvadászok állandóan fenyegetik szegény hegyi gorillákat. Igen, azt hiszem, igazad van. Az én problémáim eltörpülnek, ha belegondolunk. Írtó klassz, hegyi gorillák? Hogy jutnak eszébe ilyen dolgok? Vajon milyen az életben? Elképesztő, tényleg működik. Mindenki azt csinálja, amit mondok. Juhuj! Szuper ez az öcsi. Biztosan jó képű. Szerinted hány éves lehet? Álomszép hangja van. Legalább 19. Szuper. Unoka öcs! Micsoda fafej! Mindenkit meg kéne vizsgálni, aki felhívja. Tégy egy szívességet! Hívd fel, Frank! Ha, ha, ha.
Jól van, adászban vagy telefonáló. Szia, öcsi, itt Mr. Beige. Jó reggelt, Mr. Beige. Ez Frank, most megkapja. Nos, mivel tehetem kellemesebbé a napodat? Hát, eléggé kínos, de modell szeretnék lenni, azt hiszem. Mi ez a hang? Szemi, mit mondasz? Csak félek, hogy mit szólnak majd a barátai. Ne félj, ez magától támad, Mr. Beige. És ha megvan, légy rá büszke. Azt mondja, vágjak bele? Azt bizony, de gyorsan. Húha! Hello, Mr. Beige! Mondd csak, hová mész? A manöken képzőbe? Fogalmam sincs, miről beszélsz! Elég kínos, de modell szeretnék lenni! Add ide! Teszi, ez csak egy mászolat. Ha bevesztek a csapatba, megkapod az eredeti. Soha! Oké, akkor megmutatom Lindának. Várj! Beveszünk! Na most Jerry jön! Mi? Hallottátok, Jerry a soros! Köszik ez, kacok! Dobd már el a követ! Ó, unoka öcs, hogy találkozhatnék vele? Nem érdekli más, csak a foci. Nos, kedves kém, én azt mondom, hogy az élet olyan, mint a foci. Két fél játszmája. Ó. Ezek a nagy Eric Cantona szavai, mindig van szünet, hész, narancs! Nyitom! Azt hiszem, felhívom az öcsit. Igazán? Ó, de izgalmas! Mit akarsz megkérdezni tőle? Az mindegy. A lényeg, hogy beszéljek vele. Köszöntjük az új telefonálót. Szia! Adászban vagy? Ha-ho, öcsi! A nevem Linda. Linda? Linda, szia! Miben segíthetek? Öcsi, sok fiú akar meghívni, de egy sincs, aki érdekelne. Olyan lököttek. Bár olyanok lennének, mint te. Mit tegyek? Valami nagyon jót kell kitalálnom. Tessék? Linda, ezt szeretném, ha megígérnél valamit. Holnap reggel menj és nyisd ki a bejárati ajtót, és kérj, követelj egy randit az első fiútól, akit meglátsz. Hát jó, ha te mondod. Ne adjam meg a telefonszámomat. Hát, az már megvan. Vagyis, mi nem tehetünk ilyet. Hát te hová akarsz menni ilyenkor? Lindáéknál fogunk kempingezni. Szó se lehet róla! Tessék megcsinálni a történelem leckét! De a... Semmi de! Linda! Szia! Linda! A mai idézet Henry Fordtól van. A történelem beszapás, maximálisan egyetértek. Itt az idő, hogy a gyerekek szembeszálljanak a házi feladat zarnokságával. Ne csináljátok, gyerekek! Öcsi mindig azt mondja, ne legyen több házi! Öcsi mindig azt mondja, ne legyen több házi! Mi történt vele? Mi csak ott a lábam egy narancson. Ne legyen több házi! Öcsi mindig azt mondja, gyerekek! Csendet! Ez már több a soknál. Mindenkit felfüggesztek egy teljes hétre, és tanuljátok meg az utrechti szerződést. Azt hiszem, ideje, hogy elbeszélgessek azzal az öcsivel. Számos termék féláron. Röf. Öcsi holnap is a szokott időben jelentkezik, hogy segítsen megoldani a gondjaitokat. És most... Tegye le! Most milyen kedve van öcsinek a tanuláshoz? Tessék, én nem öcsi vagyok. Jerry az öcsi. Jerry! Kapák. Igen, ha tudtam volna, hogy ennyi embert felbosszant. Most megkapod a magadét, fiam! Jerry, ha még egyszer meglátlak, azt megemlegeted! Gyere,
vissza, de azonnal! Nem tudod, hogy kell mankóval járni! Gyere vissza! Jerry, mit csináltál? Jerry! Szupermodellek. Hé, srácok! Képzeljétek, mit olvastam az újságban. Nem is tudtam, hogy tudsz újságot olvasni. Van benne egy hirdetés, egy fiút keresnek egy divatkampányhoz fotózásra. Csak egy ilyen alak lenne képes mutogatni magát, az lányoknak való. Lehet, hogy adnak egy klassz ruhát, én elmegyek a próbafelvételre. Mit csináltok, dinnyék? Jerry a legbutább ötlettel állt elő, képzeljétek, divatbábú akar lenni. Pah, micsoda tökfej. Hogy érted ezt? A modellség szuper! Dippy John, az a pasi, aki színész volt, napi $1,000,000 keres, mint modell. Beutazza a világot, hogy a legmenőbb helyeken fotózzon. Hát lehet, hogy elmegyek a próbafotózásra, de csak a pénzért. Köszönjük! A 37-es következik! Szóval majom, az én ötletem volt, hogy ide jöjjünk. Én kapom meg a melót, méghozzá simán. Fotogén vagyok, tudod? 38-as! Remek, próbálj keményebben nézni. Tökéletes, ez a nekünk való. Ez nagyszerű volt, tényleg. Ezer köszönet. Az eddigiek közül tiéd a szerződés. Ne menj el, meg kell még néznünk néhány ember. 39! Ez a srác még jobb, mint az előző. Na, ez már valami. Tiéd a meló, kölyök. Írasd alá a szüleiddel a papírt, és gyere vissza holnap után. Csinálunk rólad néhány fényképet, közösen egy lánymodellel. Nagyon csinos, azt elárulhatom. Na ide hallgass, kispajtás! Ha nem hagyod, hogy enyém legyen a meló, úgy megverlek, hogy egy hétig nem fogsz tudni járni. Csak tesszék! Ez a lehetőség megél egy verészt. Na jó! Ha beteget jelentesz a fotózás napján, örök időre beveszlek a csapatomban, na mit szólsz? Még mindig nem érted? Ha szupermodell leszek, nem lesz időm a Dillis csapatodra. Ha modell leszek, nem szokat leszek itthon. Rengeteg időt töltök majd Hawaii-on, meg ilyen helyeken. Tudjátok, hogy van az, ha valaki sztár. Jerry szupermodell lesz. Klassz, mi? Minden modell idióta, és Jerry a legidiótább köztük. És aki ezt tagadja, az is beteg. Az én csapatomban ilyennek nincs helye, igaz, fiú? Igaz, Frank. Egy lányjal fogsz együtt fotózni holnap? Igen, nagyon cínos. De honnan tudod? Mert én vagyok az. Nem ajánlom, hogy elszúrd a dolgot. Biztos el fogja szúrni. Az egész modellkedés tiszta ciki lesz, és csak is miatta. Az nem ciki, ha valaki szupermodell. Nem kéne kinyitni a szádat, ha nem tudod, mit beszélsz. Szuper! Csipkebogyó! Ebből lesz a világ legjobb viszketőpora! Ezzel csinálok egy jó kis viccet! Sok szerencsét a fotózáshoz, kicsi Jerry! Persze! Kösz, anya! Most mit akarsz? Tudod, hogy szietnem kell a fotózásra. Én nem tartalak fel, Jerry, csak gondoltam, hát, ha kell valamit segíteni. Hát, nem. Elkísérlek a stúdióig, hát, ha eszedbe jut valami. Nézd, megpróbálom kitalálni, mit csinálhatnál rendben. Ezért kösz, haver, sok szerencsét. Nos, Jerry, állj oda, és nézz keményen. Te pedig, Linda, állj oda, és nézz Jerryre, mintha szerelmes lennél. Muszáj azokkal a kicsikkel együtt látszanunk. Nagyon lerontják a stílusunkat. Ne aggódj, ők a 6 év alatti ruhákat reklámozzák, teljesen máshol fognak szerepelni. Ó, jaj, szó!
Ennyi, Jerry. Ha nem tudnád, dolgoznunk kellene. De az retteneteszem viszket, jaj, de viszket. Hívjátok be a tartalékkölyköt. Ez a gyerek használhatatlan. Várjon, de segítség. Vigyázni kell a bőrödre, ha modell akarsz lenni. A naptól ráncos leszel. Én mindig remekül nézek ki, most, hogy szupermodell leszek. Az egész ország tele lesz az óriás plakátjainkkal szerdától, és autogramozást rendezünk, híresek leszünk, mindenki fel fog ismerni. Biztos egy csomó világsztárral fogok dolgozni. Sajnálhatod, hogy nem vagy alkalmas a modellségre, Jerry, de hát az élet ilyen, van, aki tehetséges, van, aki nem. Hát ez van. Valami hiányzik. Valahogy kellene a sztár minőség. Hello? Arra gondoltam, hát ha akadna a számomra valami más munka. Gyere ide és nézd meg jól ezt a képet. Nem tetszik, mivel ez a te korosztályod, talán te meg tudod mondani, mi nem stimmel vele. De azért rajta leszek a plakáton, igaz? Persze, rajta leszel, csak betettük Dippy Johnt is, ez minden. Gondolj csak meg, Frank, egy képen fog szerepelni Dippy Johnnal. Remek, nem? Igen, persze. Akkor jó, ma éjjel 11-kor kezdik kiragasztani a plakátokat, híres leszel, kölyök. Egy plakáton leszek Dippy Johnnal, mindenki csodálni fog, még Tony is. Szupersztár leszek, világhírű nagyság! Látni akarom a plakátot, muszáj megnéznem. Szia, Frank! Mi történt a napszemüvegeddel? Nem tudom. Mi az ott az arcodon? Olyan, mint a fekete festék. Festék? Nem, biztos csak valami piszok. Nem hiszem el, hogy valaki képes volt ilyet tenni. Lefestette az összes óriás plakátot fekete festékkel. Igen, láttam. Az ilyenek megérdemelnék, hogy elverjék őket. Frank, benne vagy az új szágban. Ezt nézzétek meg, gyerekek. Itt van a szupermodell. Hey, Jerry! Csak szeretném megköszönni a segítséged. Remek ötlet volt Dippy Johnt betenni a kis krapek helyett. Mindenki el van ájulva a képtől, haver. Szia! Mindenki el van ájulva a képtől, szia! Szóval te rontottad el a dolgot, ezért még számolunk. Frank, kérhetek egy autogramot? Nem kérhetsz, tűnj el! Na jó, add ide azt a képet, aláírom, csak ne sírj már, unom nagyon.
Neked is írta alá. Frank. Írt alá. Sztár lettél, Frank? Szokj hozzá. Frank, megölelhetlek. Én is megöleljelek. Magyar hangok. Mináróvics Péter, Szokol Péter, Várfi Sándor, Sesták Szabolcs, Madarász Éva, Mícs Ildikó, Orgován Emese. Magyar szöveg Csányi Zita és Katona László, hangmérnök Hajzler László, gyártásvezető Masol Ildikó, szinkronrendező